Jó estét kívánok! Egy komoly, szövevényes és már-már időnként érthetetlen ügy tartotta a közvéleményt fogságában nem is olyan régen. Balla Irma önkormányzati képviselő meggyilkolásáról van szó, akivel kapcsolatban először a fiát vádolták meg a gyilkossággal, aztán kiderült róla, hogy mégsem ő tette, hanem egy D. Lajos nevezetű valaki, aki a szomszédban dolgozott. Ő is egyszer azt vallotta, hogy többször azt vallotta, hogy meggyilkolta a képviselőt, aztán utána visszavonta a vallomását. Szóval az ügy elég szövevényes. Itt van velem Magyar György, Schönstein Sándor, Balla Irma fiának az ügyvédje. És most a legfrissebb ügy, ebben az ügyben a legfrissebb fejlemény az, hogy állítólag ugye azt vallotta ez a bizonyos D. Lajos, hogy ő bedrogozva mondta azt, hogy ő meggyilkolta a képviselőnőt. És most az a legfrissebb, hogy állítólag az igazságügyi orvos szakértői vizsgálat, amely állítólag Zahár Gábor készítette, egy videófelvétel alapján úgy döntött, hogy ez nem igaz ez a mondat. Lehet egy videófelvétel alapján dönteni? Ezt elfogadna a bíróság, vagy elfogadhatja a bíróság? Induljunk ki abból, hogy önmagában az a körülmény, hogy valaki bekerül a rendőrségre, és vallomást tesz a saját cselekvésségével összefüggésben, mert ő azért betöréses lopások miatt került oda. És akkor azt mondotta, hogy szeretné, ha itt lenne az ügyészség képviselője, szeretné, ha ott lenne a rendőrkapitány, videót is beállítanának, és egyáltalán mindenki hallaná, amit ő mondani akar. Erre felkészültek, és így készült a videó. Egyébként nem szoktak ilyen ügyekben videózni. Tehát ez már önmagában különleges. És magának tette. A terhetnek, vádlottnak a kérésére lehet? Tehát azt mondja, hívják be az országos rendőrkapitányt, és akkor jön? Hát ez is egy furcsa történet, mert amikor ő ezt a beismerő vallomást tette, akkor valóban ezt rögzíteni kellett, mert nem tudhatta még a hatóság, hogy praktikusan ennek milyen bizonyító ereje lesz. Hiszen Sándor ellen már folyt az eljárás akkor. És ez nem illett bele a képbe. Akkor ez az ember azt mondotta, legalábbis az én tudomásom szerint, hogy ő szívesen elismeri a történetet, csak az a kérése, hogy hagyj búcsúzhasson el a barátnőjétől, és 3 napra adjanak neki úgymond szabadságot, utána vállalja ezt az, maradjunk abban, hogy különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésből fakadó, életfogytartó szabadságveszélybüntetést. Hát ezen szintén meglepődhettek, ezért is van a videózás. De most, mint láthatjuk, nem volt szerencsétlen gondolat, mert így a szakértő tud belőle következtetéseket levonni. Ami érdekes hír volt ezzel kapcsolatban, hogy volt ez a bizonyos takaró, ami ez a véres takaró esete, ami végül is döntő bizonyítékként került elő, amiről korábban, ez ott volt előtte is, ezt a nyomozóhatóság látta, lefoglalta, gondolom, de állítólag, hogy ne legyen magas a nyomozati költség, ezért nem végezték el rajta a DNS vizsgálatot. Ez így egyszerűen meg, ez mi? Nem elegáns dolog ebben az ügyben jópofáskodni, de hát ez egy takarás. Ez a takaró takar valamit, elsődlegesen a rendőrség rettenetes sok hibáját takarja el. Emlékszem arra, hogy amikor első fokon elítélték Sándort, akkor nekünk fellebeznünk kellett az ítélőtáblára. Szerencsére az ítélőtábla is úgy látta, hogy annyi szarvas hiba van, hogy az ügy alkalmatlan volt arra, hogy másodfokon elbírálják, és új eljárást rendeltek el, aminek a vége már a felmentés lett, ugye? Erre emlékszünk. Mi azt hiszem 4 oldalon keresztül és 23 pontban soroltuk föl azokat a szarvas hibákat, amelyeket nyomozás közben elkövettek. Ilyen volt például ez a takaró, hogy szegény Irmának a tetemét ebbe csomagolva szállították, majd olyan körülmények közé vitték, hogy minden nyomot elveszített, vagy nem is elveszített, kapott rátapadó nyomokat, innen kezdve kezelhetetlen és vizsgálhatatlan volt maga az eszköztár. Tehát nem volt mihez viszonyítani, annyi kevert szál lett, és annyi kevert nyom, hogy nem lehetett megkülönböztetni, hogy kinek milyen alapon történt meg ott a megjelenítése. De ugyanilyen borzasztóságok voltak a telefonnal kapcsolatos vizsgálattal, ugyanilyen borzasztóságok voltak az elkövetés eszközével összefüggésben, a környezet feltárásával. Szóval egyáltalán annyi hiba, hogy ez már csak egy kis pontja volt. Ez rendőrségi hiba, vagy ügyészségi hiba, vagy hibák? Hát, hogyha itt szakszerű választ tetszik tőlem kérni, akkor azt kell mondanom, hogy az ügyészség felügyeli a nyomozást, és a rendőrség végzi. Hát aztán most tessék eldönteni, ki a hibás. Megítélésem szerint az ügyészség beleszeretett a saját verziójába, és nem tudott kiszállni abból a körből, hogy csak Sándor lehetett az elkövető, aztán, hogy nem volt neki motivációja megölni az édesanyját, ez már nem érdekelt senkit, és hogy biztos alipije volt az elkövetés időszakára, ez se érdekelt senkit. Ez egy picit lehet, hogy erőltetett párhuzam lesz, de mintha a Móri ügynek az elkapkodott
gyanúsított találása, keresése merülne. Hát, Justice Mordnak hívjuk ezt a mi szakmánkban, és emlékszem, hogy a legnagyobb meglepetésemre, amikor Sándort először elítélték 12 év fegyházbüntetésre, én a médiának ugyanezt a nyilatkozatot tettem. Úgy látszik, hogy Debrecen közel van Mórhoz. Tehát éreztük és tudtuk, hogy ez egy nagy tévedés, és ebből fakadóan nagy öröm, hogy végül is az igazságszolgáltatás később volt, képes volt az önkorrekcióra, mert ők csak helyrehozták az ügyet, de van egy fontos különbözőség. Sándor még mindig fel van mentve, de bizonyíték hiányában. És nem bűncselekmény hiányában, ez nem mindegy. Ha Lajossal szemben, majd most befejeződik esetleg ez az eljárás, és jogerősen őt elmarasztalnák, akkor nekünk megnyílik egy periújítási lehetőségünk, és ha az ügyészi hibákat, meg a nyomozati hibákat ki tudjuk tenni az asztalra, és ezek okozati összefüggésrendszert fognak alkotni, akkor egy kártérítést tudunk indítani, és periújítás következtében Sándor relációjában meg lehet változtatni a bizonyítékos hiányos felmentést bűncselekmény hiányos felmentésre, ami egyértelmű azt jelenti, hogy ő nem lehetett anyagyilkos. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen súlyos vád esetében, amit az ön mondott az előbb, hogy anyagyilkosság, amikor felmentenek valakit, neki valahogy vissza kell tagozódni a társadalomba. Kap az államtól ilyenkor bármilyen segítséget, egy pszichológust, vagy bármilyen olyan segítséget, hogy ezt gyakorlatilag a nevét leírták, az arcát látjuk folyamatosan. Ilyenkor nagyon nehéz lehet visszalépni a társadalomba. Semmit nem kap, neki kell kérnie, most már sajnos követelnie. Polgári peres eljárást kellett kezdeményeznünk a 2 év előzetes letartóztatásból származó joghátrányok ellensúlyozására. Ezt kártalanítási eljárásnak hívják, az állammal próbáltunk, az államképviselő, az igazságügyi minisztérium, megpróbáltunk velük egyezséget kötni, nem sikerült, ezért folyik az eljárás, de a bíróság előtt még megköthetjük. Szakértő vélemények vannak, a megromlott egészségi állapot, a pszichés tönkretétel, ez mind-mind benne van abban a perben, ami most folyik Debrecenben. És ez a másik per, amiről beszélek, ez a jövő zenéje, ha el lesz marasztalva Lajos, akkor egy másik kártérítést lehet indítani, az pedig az pontosan a megbélyegzésből fakadó joghátrányokat. A jog nem tud más csinálni, csak reparálni. Nem tudja visszahozni se az édesanyját, se azt a körülményt, hogy ez a gyerek, aki ilyen értelemben nem gyilkolta meg a saját édesanyját, hanem más lehetett az elkövető, el se tudta őt gyászolni. Tehát ilyeneket visszahozni a jog képtelen, az állam pedig önmagától semmilyen segítséget nem nyújt, kérni kell és szükség esetén követel. Beszéljünk egy picit egy másik ügyről, erről a bizonyos, nem olyan régen nyilvánosságra került politikusok és prostituáltak között húzódó ügyről, amiben nagyon sok száma, nagyon bonyolult az ügy. De az érdekes benne, hogy igazából van itt igazán ügy, mert a magyar jog szerint sem a prostitúció adása, sem a igénybevétele, vagy nem büntetendő cselekmény. Kizárólag a futtatás. Pontosan így van. Hát ezt kerítésnek hívjuk. Ugye a kerítés szó az most már a magyar eljárásokban elég furcsán jött be. Ez egy másik kerítés, nem arról van szó, hogy ezt most valaki átlépi, vagy megrongálja, ugye, vagy az építkezését megakadályozza, mert voltak szívesek nem olyan régen ilyen jogszabályt is alkotni, most dringen, rendetesen gyorsan, hogy a tiltott határátlépés helyett a létesítményt kell védeni, mert aki bántja a létesítményt, az bizony csúnya ember, ki kell utasítani. Visszatérve erre a kerítésre, ezt valóban a BTK bünteti, tehát azt a szemét bünteti, aki úgynevezett szexuális cselekménnyel szoros összefüggésben valakit másnak megszerez. És ha ezt üzletszerűen csinálja, a vád szerint azt hiszem üzletszerűen történt, akkor bizony 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. Az is fölmerülhet elméleti szinten, hogy valaki elősegíti ezt a tevékenységet, nem feltétlenül kell bordélyházat nyilván fönntartani, de a prostitúciós elősegítés az is egy 3 évig terjedő szabadságvesztés. Ez azokra vonatkozik, hogyha valakik tudták, hogy milyen célra veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Az az érdekes ebben az ügyben, hogyha ebben tényleg a prostituáltak igénybevételében a politikusok érintettek, akkor itt egy nagyon komoly dolog kerül képbe, ez a bizonyos zsarolhatóság esete. Ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor a politikusokat valaki felveszi a kapcsolatot? Rendőrség, belügyminisztérium, titkosszolgálat, bárki, nemzet, alkotmányvédelmi hivatal, most már így hívják, foglalkozik ezzel a dolognak, vagy ők ebben nem kerültek, mint igénybevevő semmilyen módon képbe, a saját lelkiismeretükkel tartoznak. Én nem akarom a műsorvezető urat túl dicsérni, mert ma már ezt megtette a Híradó. Én csak annyit tennék tisztelettel, hogy ez nagyon jól tetszik érezni a dolognak a lényegét. Más a jog, más az etika, és más a politikai kötelezettség. Ugye, ha itt politikus érintett, hát gondoljunk csak 1963-ban volt azt hiszem az a Profumo ügy, amikor a hadügyminiszternek le kellett mondania egy hasonló ügyben Angliában, mert belekeveredett egy ilyen kélyes ügybe.
itt az a dolog lényege, hogy nemzetbiztonsági kockázatról beszélünk, ugye? És önmagának kéne jeleznie az illetőnek, hogy kéne milyen is ilyen ügyben érintett vagyok. Tehát büntetőjogilag nem lesz felelősségre vonható, de azért nem mindegy, hogy a társadalom milyen következtetés levon azoknak az embereknek a magatartásából, akiket beválaszt a parlamentbe. Még egy gyors kérdés, de tényleg csak egy gyors kérdés. Állítólag érintett ebben az ügyben egy sztárfocista, nem mondják meg, hogy ki az, aki azt mondta, hogy ő nem ér rá bejönni vallomást tenni, mert külföldön van. Erre a nyomozóhatóság úgy döntött, hogy nem is kell az a vallomás, mert már annyi anyag van, hogy eltekintünk tőle. Ez ilyen van, ez létezik? Hát a bizonyítékok zárt láncolati rendszerének meghatározása tényleg a nyomozóhatóság dolga. Aki nem ér rá, vagy nem akar vallomást tenni, meggyőződésem szerint nem az ő akaratán múlik, vagy van a bizonyítékok rendszerében szüksége erre, vagy nem, de aki távol van a mai világban, már akár távbeszélő módján, akár bármiféle technikai eszköz igénybevételével, írásban is tehet vallomást, ugyanis tanúzni kötelezettség. És még egy rossz hírem van a tanúnak. A tanú igazat köteles mondani. A gyanúsított akár hazudhat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Én is köszönöm a lehetőséget.